jobb sokra. Jó, még egyet szeretnék kérni, hogy ezt ne ugorjon nagyon ki. Finom legyen, érzékeny. Hagyja ott a levegőbe azt a hangot. Azt elég válaszok utájtól. Csak ezt játssz el. Mindegyikre egy szótagot mondanak. Szakas ezt nem színe, ilyen elég. És olyan... Iszpevaj. Tehát azt gondolja, mintha ez egy dal lenne, és minden hangváltáson lenne egy valamilyen szó, és valami nagyon szépről szól. Kanda egy peszma, szaki tón ilyen elég. Jó? És figyelj nagyon a levegőre, hogy ne harapjon rá, mert áradjon szóval oda, a hátra. Jobban elő kell készíteni. Csak ez csak és kizárólag levegővel lehet megoldani. Tehát a 4/16-on a már tehát fejben előre gondolom, hogy tehát elő kell készíteni. Nem ütésre indul el. Tehát attól válik érthetetlenné kifelé. Akkor stigmes rányé, majd a récsébi tiászna. Ilyen egyszerű. Tehát nem is hinné el, hogy milyen óriási különbség van. Tehát ilyen pici dolgokon múlik, és a hallgató, aki kitől hallgatja, az megérti, hogy ja, hát ez ilyen egyszerű, de az előbbi eljátszásra egy ilyen zavar van. Szeszna treved, az náš tácsra.
Lesz jó, ezt játsszuk el még egyszer? Jörörö, és most lehet világba is ezzel. Jörörö, tírörö, Igen. Tehát én ezt hallom most egy kicsit, hogy...